A könyvbemutatón elhangzott, hogy a Verbász községhez tartozó Kucora lakosainak többsége ruszin nemzetiségű és görög-katolikus vallású. Lélekszámban a görög-keleti szerbek következnek, és bizonyos számú római katolikus magyar és horvát is van. A számban kis közösség nagyon összetart, és templomukat szívügyüknek tartják. Juhász György, jelenlegi kulai esperes plébános 13 évig járt ki a településre. Akkor is, amikor én itt jártam, vagy itt voltam, akkor is alig lehetett talán olyan házaspárt, aki mind a kettő magyar letúr és katolikus letúrnak. Legtöbben összeházasodtak a ruszinokkal, görögkatolikusokkal, és aztán már ruszinul beszélte majdnem mindenki, magyar nyelvetől bizony törve beszélték, rosszul beszélték, úgyhogy, de még sokan beszélték. A templomok meghatározóak a falunak, és jelképesek, amelyekre a falubeliek büszkék. A római katolikus templom 1859-ben épült, és minden szentek tiszteletére szentelték fel. A templomról szóló könyvet Antonédics írta horvát nyelven. Amikor 2019-ben a templom építésének 160. évfordulóján a közösség és a lelkészek tanácsa úgy döntött, hogy megünnepeljük ezt az évfordulót, akkor kiállítást készítettünk régi fényképekből, de született egy ötlet, hogy írjunk egy könyvet is róla. Erre vállalkoztam akkor, hogy megcsinálom. A könyvet főtisztelendő Fúderer László ültette át magyar nyelvre, és mint mondja, a fordítás során néhány nehézség is előjött. Úgy a történelmi dolgok, úgy a régi megnevezések, a régi mértékegységek, akkor a nevek írása, sok dokumentum kéziratban volt csak meg, akkor azt nem mindenki olvasta el helyesen, és így tovább. Úgyhogy elég bonyolult volt. A könyv megismerteti az olvasót a kucorai római katolikusok életével. Fényképekkel illusztrálja, hogy a templom külseje állapota hogyan változott az évek alatt. Röviden közli a papok életrajzát, valamint a legfontosabb események listáját is.